Köszöntök mindenkit itt a fehérvári beszélgetések. Hát mai napon a színház világába fogunk elkalandozni. Nagyon-nagyon sokan tényleg misztikusnak és izgalmasnak tartják, érthető módon tegyük hozzá a színház világát. Nyilván a színpadi műsor miatt is, hát illetve mögötte is a színfalak mögött, a kulisszák mögött nagyon nagy munka folyik egy előadás kapcsán. Na mai napon egy olyan hölgyel beszélgetek itt a fehérvári beszélgetésekben, akinek erre nagyon nagy rálátása van, hiszen már régóta a színházban öltöztetőként dolgozik. Na de van egy másik különleges oldala is, azt is bemutatjuk a mai napon itt a fehérvári beszélgetésekben. Vendégem itt a stúdióban Jámbor Mónika. Szia, köszöntelek téged! Szervusz, köszöntelek én is! Érdekes munkád van neked, kétféle, amiről fogunk beszélgetni a mai napon itt a fehérvári beszélgetésekben. Beszéljünk először arról, hogy te itt a Vörösmarty Színházban öltöztető vagy. Konkrétan mit csinál az öltöztető? Nekem laikusnak van egy elképzelése, meg nyilván a nézőknek is, de lehet, hogy ez nem feltétlen fedi a valóságot, hogy konkrétan mit csinál egy öltöztető? Igen. Öltöztetés vetköztet. Ez egy jó szakma. Igen. Azon kívül a ruhákat tartjuk rendben, előadásra előkészítjük, kitisztítjuk, kivasaljuk, bekészítjük az öltözőbe, bekészítjük a háttérbe, hogyha esetleg a színpadon kell öltözni, ott segítünk előadás közben természetesen. Vannak olyan jelenetek, amikor szinte pár másodperc alatt át kell öltözni a színésznek, és egy új jelenetbe, egy másik ruhába beérkezni. Hát ezekben segítkezünk. Tehát ott kell lenni azért keményen, fürgének kell lenni, tetrekésznek kell lenni folyamatosan. Igen. A kérdésem az lenne következő, nyilván adódik ebből, hogy akkor itt kell valamit nyilván érteni a ruhákhoz. Tehát nem ugyan, hogy fürge vagyok, és akkor rá tudom adni hamar a ruhát, hanem azért kell szaktudás is a ruhák kapcsán. A szaktudás az azért kell, hogyha netán valami probléma van a ruhákkal, akkor azt meg tudjuk javítani. Uh-huh. És akkor egy cipzár, igen. Tehát egy cipzárt ki tudjunk cserélni, vagy ha elszakad valami, akár előadás közben megvarni, vagy pedig ugye két előadás között ezeket helyrehozni. De ez olyan, mint a Forma 1-ben a box utca nagyjából, olyan gyorsasággal kell majdnem, akkor ezt fékezni, igen. És a szakmád neked mi egyébként eredetileg? Női szabómester vagyok. Tehát akkor gondolom úgy is van a kírás, hogyha keresnek ilyenfajta pozícióba embert, hogy azért legyen valami. Igen, itt feltétel az, hogy valaki varrónő vagy férfi szabó legyen. Mennyire együttműködők a színészek? Ugye, mert nyilván leterheltek az előadás alatt, stresszelnek is, bármennyire régi vagy profi színész. Együttműködők általában? Tehát nincs velük így gond probléma? Igen, általában. Hát persze az ő érdekük is, hogy beérjen a jelenetbe, és természetesen segítőkészek. Persze. És hát ugye ezeket a mozdulatokat be kell gyakorolni a próbák alatt, hogy ez flottul menjen. Ja, tehát nyilván teszem, ott vannak a próbák, amikor hát ugyanúgy ugye kirohannak átöltözni, vagy cserélni valamit. Igen. És ugye nyilván a próbák azért is, hogy sok minden kiderül, például a ruha mennyire strapabíró például, vagy van-e rajta tényleg valami hiba, és akkor azt rögtön meg is tudjátok azzal. Hát mondjuk volt már olyan, hogy pont a premier napján egy cipzár befutcsolt, csütörtököt mondott, és mielőtt a színésznő beért volna ugye a kezdésre, össze kellett rajta varni a ruhát. És akkor rajta volt a színésznőn a ruha, a színésznőn, és konkrétan hozzá kellett, idézőjelben Igen, konkrétan hozzá kellett varni, és amikor a következő jelenetből kijött, amikor volt rá idő, akkor gyorsan kellett egy cipzárt cserélni. Tehát vannak ilyen izgalmas pillanatok. A kérdésem az ennek szintén laikusként, hogy ezek a ruhák, ezek úgymond a hétköznapi anyagból készülnek, vagy kell nézni sokkal strapabíró, meg jobb minőségű anyagot? Hát itt a jelmeztervezőtől függ, hogy mit választ. Van olyan jelmeztervező, aki kifejezetten nemes anyagokat használ, és előszeretettel sejmet, bársonyt, tüllöket használ, aminek mi annyira nem örülünk, mert nehéz tisztítani, nehéz kezelni. Meglátszik rajta a kosz, a használat, tehát hogy ezeket a ruhákat annyira nem szeretjük, de van, amikor jó anyagból választanak, amit bedobunk a mosógépbe, utána kivasalunk, vagy tisztítóba küldünk. Tehát ez jelmeztervező függő. Még egy kérdés a sziázi mesterséget kapcsán, hogy tényleg a koszolódik egy ruha, az nyilván nem úgy van, vagy gondolom, hogy nem úgy van, hogy van a színháznak, mint a pincéjébe 4-5 automat a mosógép, és beteszitek, nem tudom. De nagy, így van. Nagy, de tényleg így van? Igen. Nem, szerintem a speciális tisztítóban. Mondjuk nem 4-5, de van egy pár mosógépünk. És ez ilyen hagyományos, mint ami mondjuk van otthon, akár nekünk is? Igen. Aha. Igen. És akkor abban történik a mosás, gondolom, utána vasalás, szárítás, vasalás, és akkor utána tetre készül. Hát a kényesebb ruhákat azokat természetesen tisztítóba küldjük mi is, mert erre nincs módunk, hogy ezt megcsináljuk. Hány előadás bírnak egy ruhák úgy átlagosan? Tehát nyilván megvan azért az élettartamuk ezeknek. Hát függ a ruhától is természetesen, hogyha valami kényes anyagból van, akkor imádkozunk, hogy a 25-öt kibírja.
És akkor utána pedig... És hát utána lekerül a raktárba, és... És akkor őrizgetitek. Őrizgetjük, szép emlék. Igen. Elég nagy raktárja van a színháznak. Sok fiatal lány, aki lejön esetleg a raktárba körülnézni, elámul, hogy mennyi ruha van. Tehát ez egy óriási gardrób, mondhatnám. Uh-huh. 15 ezer darab körüli ruhánk van. És ha mesélni tudnának azok a ruhák, hogy kiken igen, voltak, igen, miken átmentek, azért igen. Az milyen jó lesz, szintén ugye több műsort megérne. Van neked egy másik érdekes oldalad is, amit szerintem a nézők közül kevesen tudnak. Ez nem más, mint ugye te vagy, mondhatjuk így, az óriás báboknak az édesanyja, ezt így fogalmaztam meg. Ugye kedves nézők biztos, hogy nagyon sokszor találkoztak vele itt Székesfehérvár városában, meg az ide látogatók, hogy hát az óriás bábok, ugye főleg augusztus környékén szoktak megjelenni, ebben az évben már többször lehetett velük találkozni, sőt kiemelt városi rendezvényeken sokszor ott vannak az óriás bábok. Ezeket a bábokat úgymond nyilván a vászszerkezetet leszámítva, te készíted, te varrod ezeket a bábokat. Ez egy nagyon nagy dolog. Első kérdésem az lenne, hogy hogy találtak meg erre téged, hogy te készítsd el? Ott voltál a Sziaszban, adott a lehetőség, vagy mondjuk castingolták az embereket, ki lehet alkalmas erre? Hát casting az nem volt. 2013-ban az akkori egyik készítő megkeresett. Igazából a folyosón összefutottunk, és hát ő tudta rólam, hogy varrok, és megkérdezte, hogy lenne kedvem esetleg ezekben a munkálatokban részt venni. És én úgy megörültem a dolognak, bár elképzelésem nem volt, hogy milyen lesz, vagy mit fogunk csinálni, vagy hogy fog ez kinézni, és belecsöppentem egy komoly műhely munkába, és ott ragadtam. Hát azóta ott ragadtam, igen, igen. Adás előtt beszélgettünk arról, hogy ugye ennek a báboknak, induljunk el az alapoktól, van egy hát nagyon komoly vászszerkezete, amit ugye összehegesztenek, kerekek vannak rajta. Igen. Hogy lehetne ezt leírni, hogy átlássuk? Hát olyan 12-3 centi átmérőjű kerekeken, gurul 6 darab keréken, van egy 6 szögletű alumínium alapja, igen. És ezek fölfele rudakban végződnek. Milyen magas körülbelül? Ugye, olyan 5 méter magas körül van a vászszerkezet, és ugye erre jön a fej, tehát 5,5 méteres körülbelül a báb. Hát vannak változó méretű bábok, ugye Szent László volt a legmagasabb, mert ő ugye, mint a legdaliásabb királyunk, és hát a lányok, meg Szent Imre, ők egy picit alacsonyabb bábok. Hogy kell, amikor elmondják, ugye, hogy ezt szeretnék mondjuk ebben az esztendőben ezeket a bábokat, ugye nyilván hát utána nézte, gondolom, a különböző forrásokból, feljegyzésekből, nagyjából ő azért hogy nézhetett ki? Hát nekünk ezzel nem kell foglalkozni ilyen szinten. Somogyi Győző, aki a báboknak a tervét készíti minden évben, és tőle kapunk egy rajzot, amit aztán... Meg kell ugye valósítani valamit. Amit meg kell valósítani, és általában Majoros Gyulával, aki a báboknak a vászszerkezetét készíti, és a fejeket, kezeket, különböző díszeket készíti, vele együtt átbeszéljük, hogy mint és hogyan. Persze mi egy olyan rajzot kapunk, amit nem lehet 100%-osan megvalósítani, ezért hát egyszerűsítünk. És ugye hagyományos régi anyagokból ezt el sem lehetne készíteni, mert túl nehéz lenne a vászszerkezet, meg a báb minden, és ezért leegyszerűsítjük. Általában amilyen mintákat rajzol a művész, azt kivágják sablonban, és ezt pedig sprével megfújjuk az anyagra. Tehát úgy kap mintát az anyag, nem pedig egy mintás anyagot veszünk. Ez lett volna pont a kérdésem egyébként, hogy az anyagok, tehát nyilván itt azért fontos tényleg, hogy strapabíró, hiszen igen. Napon vannak nagyon sokszor kint. Tehát igen, azért... ha elázik se, igen. Történik nagy baja. Uh-huh. Ezek műszál anyagok, tehát műsejem anyagok, amik viszonylag jól bírják a idézőjelben a gyűrődést. Hát persze, kell nekik bírni a igen, gyűrődést. Kell nekik bírni. Kell nekik azt bírni, hogy például most idén először az első 3 bábot például felújítottuk. Igen. Szent István Gizellát, és talán még a László lesz, amit fel kell újítani. Tehát plasztikai műtéten esnek át. Igen, akkor, igen, igen, egy kicsit ráncfelvarráson esnek át. Hát ugye szakadásokat, egyéb dolgokat befoltozzuk, kimossuk a ruhájukat, mert
mert nagyon porolódnak, koszolódnak, ugye nagyon sokat viszik őket kiállításokra, azért csak kamionnal szállítják, eldöntik, egymásra teszik, tehát néha, amikor így bepakolják a kamionba, egy kicsit ilyen fájó szívvel nézünk rá, hogy ja Istenem, hogy fog kinézni. Hát mégis a gyermekeidről van szó, úgymond. Igen, és egy kicsit így most fel kell őket újítani, tehát ezeket az anyagokat pont erre találták ki, szerintem, hogy... És azt úgy kell elképzelni, hogy megveszitek az anyagokat, még maradni kicsit az egyet, megveszitek az anyagokat, és akkor vannak ilyen jó nagy ipari varrógépek, nem tudom, hogy mondják ezt szaknyelven, tehát nyilván nem a háziasszonyok által használt, hanem gondolom, itt vannak azért mindenféle hiper-szuper gépek, szerkezetek, azzal ti összevarjátok az anyagokat, és akkor úgy kerül ezekre a bábokra rá. Hát mondjuk első évben háztartási varrógéppel vartam a bábokat, és így visszagondolva nem is tudom már, hogy egy hét alatt hogyan készült el a 6 báb. Nem sokat aludtál, hogy nem sokat aludtam, igen. Azért abban rengeteg munka volt, főleg az, hogy még az ember nem találta ki a technológiát, nem volt még szabás mintája. Tehát mindent akkor és ott kellett kitalálni, hogy hogyan, mint lehet ezt a legészszerűbben megcsinálni. Hát aztán ugye az évek folyamán ez már rutin lett, és most már egyszerűbb, és most már ipari varrógépeken készítem a ruhákat. Uh-huh. Van egy segítőm, azért ezt megemlíteném, hogy Csóri Manyika szokott nekem még besegíteni ebbe a munkába a második évtől, és hát vele együtt készítjük el a ruháikat a báboknak. Melyiket volt a legnehezebb megcsinálni, vagy melyikkel volt a legtöbb meló? Hát nekem az első évben talán Géza fejedelem volt egy kicsit úgymond macerásabb, 21 darab kört kellett rávarni a ruhájára. Ezek ilyen szitázott minták voltak, ilyen talán tigris vagy valami oroszlános minta van a ruháján, és ezt azért erre a nagy darab ruhára egyenként kellett ugye rávarogatni, ami, lehetőleg ugye szimmetrikusan legyenek elhelyezkedve, tehát azért nem volt egyszerű, ezt a színháznak a hátsó színpadán lehetett megvalósítani, ugye, ott kiteríteni nagy terület volt erre, és ott egyenként feltűzögetni ezeket a köröket, felvarrogatni. Hát persze azért nagyon nagy munka lehetett. Igen. Van-e személyes kedvenced, amikor a bábok közül, vagy illik ilyet kérdezni egy anyukától? Hát igazából nincsen. Mindig, amit az ember csinál, az, ami olyan éppen a szívéhez nő, aztán úgy elengedi, mert nem szabad őket hát annyira megfogni. Mindegyiket szeretem. Uh-huh. Tehát jó érzés, amikor végig tolják a városban, és... Igen, és tudod, és, hogy és látom őket, és jó érzés, amikor hallom az emberektől, hogy hú, de jól néznek ki, milyen érdekes, meg mennyire látványos. Uh-huh. Nem olyan régen jöttem Veszprém felül, és ugye a város határában kint van egy tábla, hogy üdvözöljük Fehérváron, és ugye egy néptáncos hölgy van a képen, és a háttérben a bábok, és az is olyan jó érzés volt, hogy itt vannak. A tévében ugye nagyon sokszor lehet látni, például amikor Fehérvárról van szó, utazás kiállításon például. Megnyilván, hogy jönnek a nagy-nagy augusztusi rendezvények, akkor aztán tényleg folyamatosan lehet találkozni ezekkel a óriás bábokkal. Ennek hatására, hogy ezek történelmi figurák, így elkezdtél mondjuk a történelem kapcsán így érdeklődni feléjük, vagy utána olvasni bizonyos koroknak, hogyha már megcsom, akkor tudjam, hogy Gézához mi fűződik tényleg többet, mint amit tanultam eddig. Igazából a ruhákkal kapcsolatban foglalkozom, uh-huh. a régi dolgokkal. Gyűjtöm az ehhez tartozó irodalmat, ezt hát olvasgatom. Uh-huh. Érdekel, mert a színházban is előfordul, hogy jelmezeket kell készíteni, és érdekelnek ezek a dolgok, hogy viszonylag korhű legyen, hogyha egy jelmezről van például szó. Uh-huh. Érdekelne még nagyon, ugye te női szabómester vagy, mint említetted, ez kell, azon kívül, hogy nyilván van egy hatalmas szakmai tudásod, körülnézni a szakmába, ez bárki meg tudná szerinted csinálni, vagy kell egy külön, hogy kereke a szó jó értelmében legyen az embernek, hogy mondjuk tényleg ezeket így ilyen profin el tudja készíteni, mint te? Hát a bábok ruháit azért azt gondolom, hogy egy jó varrónő meg tudja csinálni, tehát itt igazából nem a nagyon szépen varrok, és nagyon precíz vagyok, mert
itt olyan nagy darabokról van szó, tehát itt úgy kezdődik, hogy végy 15 méter anyagot. Körülbelül, igen. Igen, tehát nem másfél-két méter anyagot, hanem itt azért egy nagyon mennyiségről van szó. Tehát itt azt gondolom, hogy nekem szerencsém volt, hogy engem szólítottak meg ezzel a munkával kapcsolatban, és hogy én csinálhatom. Tehát azt gondolom, hogy egy jó varrónő meg tudná csinálni. Tehát akkora nagy kihívás talán ez a része nem jelent. Hány kiló lehet egy ilyen körülbelül, úgy nagyjából? Nem túl nehéz. Hát talán ilyen 50-60 kiló körül lehet, mivel ugye alumínium szerkezetről van szó. A fejeket, karokat, azokat papírmaséból készítik, tehát van egy ilyen kis gipszalap, igen, és akkor az be van még kasírozva. Ugye a ruha, tehát nem olyan túl nehezek. Az ékszerek, a korona, ezek mind ilyen habszivacs, műanyag, tehát könnyű dolgokból van, épp a hordozhatósága miatt. Persze. És akkor úgy kell, van a belső szerkezet, a belső váz, ugye említett, 6 keréken, igen, és akkor ebben egy emberben van, aki végül is ugye hát igen, mozgatja igen, ezt a bábot. Belül van egy ember, aki hát ugye belülről tolja, és kívülről a báboknak a karjai mozgathatók, és mindegyik egy-egy rúddal mozgatható, és hát ugye kívülről tudják irányítani, hogy kicsit jobbra, kicsit balra, itt egy kátyú. Igen, hát persze. Igen. Persze, hiszen nem, hát nem lehet. Kis kukucskálójuk van minden bábú ruháján, és hát ott azért a bent lévő ki tud nézni, hogy mégis merre megy. Hát bent nagyon meleg van. Hát mindig elmondják a fiúk, akik tolják, hogy hát egy légkondit beszerelhetnénk, vagy valami ilyesmit. Lehet 20 év múlva olyanok lesznek ezek az óriás bábok. Amíg úgymond nincs nekik műszak, ott pihennek a színházban ezek a bábok egyébként? Egy raktárban vannak évközben, a színház egyik raktárjában. Hát most ilyen különleges helyzetben vagyunk, mert most szinte az összes bábú bent van a színháznak a hátsó színpadán, és néha olyan jó bemenni, hogy itt az összes egy helyen. Persze, és akkor látod egybe tényleg, igen, ugye, hogy szoktam mondani, a gyermekeidet, hogy szépen itt felsorakoznak. Ugye igazán hány báb készült el? Tavaly készült a 15. 14. 15. és most idén megint 2 készül, tehát 17-en vannak most már. Tehát lassan majd egy nagyobb raktár kell eljutunk oda. Hát nem kis helyet foglalnak. Hát igen, persze, az ezek elképesztő nagy szerkezetek. Tényleg... Hát kb. 1 négyzetméter az, ami minimum kell egy bábnak. Tehát az a minimum, hogy ugye elférjenek, tehát azért össze lehet őket jól tologatni, de nagy raktár, igen, azért ez már nagy raktár. Van erre például külföldi országokban való, mondjuk külföldi országoknak uralkodóit is megcsinálták már mondjuk ilyen óriás bábok formájában? Igen, én Spanyolországban láttam ilyet egy olyan 25 évvel ezelőtt körülbelül először, és úgy tudom, hogy az olaszoknál is azért sok helyen van ilyen, és most... olvastam nem olyan régen, hogy Pozsonyban is csináltak valami hasonlót. Hát Fehérváron érthető, ugye végül is mi vagyunk Magyarország történelmi fővárosa, én azt gondolom, hogy helye is van, és tényleg nagyon jó dolog, hogy tudjuk ezeket mutatni. Beszéljünk egy kicsikét rólad, ugye annyit tudunk, hogy női szabómester vagy, nagy dolgokat csinálsz, ugye mind a Sziászban, mind a bábok formájában szó szerint. Azért ez nagyon komoly szellemi munka, nagyon oda kell figyelni, ezt nekem, meg a nyilván fizikai munka is. Hogy kapcsolódsz ki te például? Tehát gondolom nem varogatsz és hímezel kikapcsolódást gyanán. Vagy igen? Volt olyan idő, amikor szerettem hímezni, de most már nem. Szeretek kerékpározni, túrázni. Igazából... Színházba jársz szabadidődben? Igen, nagyon szeretek színházba járni. Igazából ezért is mentem a színházba dolgozni, hogy úgy közel legyek. Egy olyan 15 év egyszer voltam egy ilyen munkafelvételen, és ott ugye, ez most már divat, hogy megkérdezik, és hol képzeled el magadat 10 év múlva? És én akkor azt mondtam, hogy hát én a színházban szeretnék dolgozni, jelmezeket szeretnék készíteni, és hát azért nagyjából bejött, mert a színházban dolgozom, és néha még jelmezeket is készítek. Úgyhogy valahol ez így bejött. Hát a kikapcsolódás az igen, szeretem a színházat, szeretem a komoly zenét, könnyű zenét, szeretek motorozni, biciklizni. Motorozni, tényleg? Igen, hát egyelőre robogóval, de tervben van egy kicsit nagyobb dolog is. De benne vagyok a fizikai mozgásban, tehát a túrázás,
az kedvence. Tőled. Igen. Azon gondolkodtam, hogy ilyen női szabómester vagy, azért legyünk őszinték, hogy most ebben a varrónők, a szabók, azért nagyon-nagyon kevesen vannak, és jó varrónőt nehéz találni, és csak azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jól meg tudnak élni például manapság. Hogy mi késztetett téged arra, hogy mondjuk színházi öltöztető legyél, és jelmezeket készíts, hogy nem volt ebben már kívás a polgári szakmádban, vagy valami teljesen más löket volt? Igazából a színház iránti szerelem az, ami oda vonzott, és nehéz elszakadni tőle. Most, hogy az ember otthon dolgozzon, mint maszek, vagy valakinél nem biztos, hogy tudnék dolgozni, mert ahhoz már túl önálló vagyok, hogy nekem valaki megmondja, hogy most innen erre varjak, onnan arra varjak. Ha meg szépen, hogyha valaki neked megmondani, hiszen azért érted a szakmádat, hiszen nagyon sokrétűen kell megoldani, nagyon gyorsan feladatokat, különböző cirádás jelmezek, ott vannak az óriásbábok, tehát ide azért kell egy olyan rutin és szaktudás, amit nagyon kevesen tudnak, én azt gondolom, mindenféle álszerénység nélkül. Igen, azért vannak egy páran, de tényleg nagyon kevesen vagyunk már. Igen. Tehát jó varrónőt biztos, hogy nehéz találni. Nagyon sokszor hívnak engem is telefonon, hogy ezt vagy azt elvállalok-e. Igazából az ember idejében nem fér már bele. Persze. De gondolom a baráti kör, ezt szeretem volna pont kérdezni, baráti kör, nyilván tudja jól, hogy mit csinálsz, meg az ismerősök be szoktak találni, te figyelj, Mónikám, ez az amaz, át kéne szabni, tudom, kifogytam, stb. Igen, azért ez előfordul, igen. Vagy hogyha ismerősi körben van egy esküvő, akkor... Tehát mennyasszonyi ruhákat még készítetnek veled például? Igen. De mondjuk az egy ugye mennyasszonyi ruhákat szoktak általában bérelni horror összegért. Mondjuk egy mennyasszonyi ruhának a megvarrása, neked ilyen múltal, meg a szabása, meg az elkészítése, ilyen múltal által mögött, az mennyi időt vesz igényben nagyjából? Hát egy mennyasszonyi ruha az nagyon sok idő, tehát ott abban 50 óra is benne lehet akár, tehát 50 munkaóra. Én azt mondom, hogy ha van egy konkrét elképzelés, és nagyon sokba kerül a kölcsönzés, mert azért ott tényleg több százezer forint, meggondolandó, hogy akár megvaratja valaki. De úgysem olcsó. Persze, persze. Óriásbábuknál egyébként tényleg szintén fontos kérdés, hogy mennyi munkaórát kell mondjuk egybe beletenni, úgy átlagosan nagyjából. Ugye mennyi az, hogy 50, egy ilyen nagybáb mennyi? Hát azért itt kevesebb. Itt van egy alsó ruházat, ugye a színes sejemruha alatt van egy alsó réteg. Igazából itt sok egyenes varrás van, hogyha vannak valami díszítések, az ami plusz. Hát általában így egy hét alatt megszokott történni ezeknek a ruháknak a varrása, meg a felöltöztetés, úgy nagyjából ennyi. Tehát mennyi azt mondjuk bonyolultabb? Az bonyolultabb, igen, meg ott egy élő szeméről van szó, akinek millióm egy elképzelése is hozzátesz, elvesz. Meg ugye abban azért nehézség, nyilván abban mozogni kell a ruhában, hogy a bábok nem úgy mozognak, mert egy ember őket tologatják, tehát mind ők egy helyben vannak, de hát azért a mennyasszonynak mozogni kell, ne szakadjon szét, tehát azért ez egy nagyon komoly feladat, lehet még azt is megcsinálni. Lassan-lassan a műsor vége, azért beszéljünk még a jövőről, ugye most jó helyed van, jól érzed magad a színházban, gyártod nekünk az óriás bábokat, és mondjuk Fehérvárnak és Magyarországnak, öltözteted, vetközteted a színészeket. Jövőt hogy képzeled el? Ugye egyszer mondtad már, hogy megkérdezték tőle, 10 év múlva hol szeretnél lenni, vagy az állásinterjú, most én is megkérdezem, és nem állásinterjún vagyunk, hogy képzeld el a jövődet, mi az, ami mondjuk nagy vágyad, terved, és meg szeretnéd valósítani, akár szakmában, akár magánéletedben, mi van ilyen? Hát igazából, ez nehéz kérdés. Most ahol vagyok, az úgy jó, sok minden változott az életemben az utóbbi időben, remélem, hogy jó irányba fognak haladni ezek a változások még. Tehát egy boldog életet szeretnél. Igen, egy nyugodt életet, ilyen kiegyensúlyozottat, azt gondolom, hogy sok mindenre nem vágyom. Tehát... Boldogság legyen, az a lényeg. Igen. Igen. És még egy kérdés a műsor végén, hogy hát nyilván női Szabó, van szakértelmed, elképesztő tényleg azt, hogy a tévénézők is hallhatták, meg láthatták a beszélgetés alatt, hogy készülnek, ugye ezek az óriás bábok és ezeknek a jelmezei, hogy a ruháidat azt te magad készíted, vagy ugyanúgy vásárolod még földi halandók, vagy is? Előfordul, igen, néha nekem is van erre igényem. Ezt a ruhát mondjuk én készítettem. Egyre ritkábban sajnos, egyre ritkábban készítek magamnak. Volt idő, amikor nem telt el úgy hét, hogy hú, valamit kéne csinálni. De most már tele a gardrób. Tele a gardrób, így van. Sőt, neked van akkor kettő gardróbod is, úgymond a színházi nagy, amiről beszéltünk, meg a saját gardróbod, tehát van választék bőven. Néha már unom, hogy annyi ruhával kell dolgozni,
úgyhogy most ruhából elég. Hát Mónika, én köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és hát további sok sikert én kívánok. Én köszönöm. Önöknek is köszönöm, hogy itt voltak velünk, tartsanak velünk legközelebb is itt a fehérvári beszélgetésekben.